Üdvözlöm a kedves utasokat, nagyon nagy szeretettel. A mai videóban elindulunk egy új irányba. Az a helyzet, hogy nem csak ez a csatornám van, ami most ugye a videót látjátok, hanem van például a BKV Gameplay nevezetű csatorna is. Ez lényegében egy, ahogy a nevéből is adódik, különböző számítógépes, leginkább játékok teszteléséből, bemutatásából, és azokkal való játékról fog szólni. És ez lényegében most indul el, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy korábban nekem erre a csatornára már került fel videóm. Igaz, hogy annak akkor még nem lett folytatása, de most elérkezettnek éreztem a pillanatot, hogy elkezdjek erre a csatornára is videókat készíteni, és egy ilyen beharangozó jelleggel pedig most még a kvázi fő csatornán, hát ezen van ugye a legtöbb feliratkozó a háromból, mert hogy hármat is csinálok, ugye. Van az, ahol most vagyunk, a BKV, tehát a budapesti közlekedési videók, aztán a BKV Gameplay Channel, és az alkoholmentes italok csatorna, ezen néven találjátok meg, ennyire egyszerű, ahol pedig szintén nevéből adódik, alkoholmentes italok bemutatása, tesztelés történik meg videós formában. A következő játék, ami ugye a képen is látható, Smash Cards nevezetű játék, egy régebbi darab már egyébként, és eredetileg nagyon sokáig csak böngészős formában lehetett játszani. Nemrégiben azonban egyébként megjelent már hozzá applikáció, és folyamatosan jönnek az újabbnál újabb pályák. Én kifejezetten megszerettem ezt a játékot, és ez lesz az egyik alapjáték, ami majd szerepelni fog. Lesznek meg mások is. Tervezem egyébként, hogy majd live-ok is lesznek, méghozzá olyan formában, hogy akár csinálhatunk, ugye majd itt mutatom, csinálhatunk külön pályákat lényegében, ahol csak a nézők és én fogunk játszani, amennyiben erre mutatkozik igény. Tehát a továbbiakban majd a Smash Cards játékok a BKV Gameplay Channel-en lesznek majd megtalálhatóak. Ez most csak egy ilyen egyedi csatorna, a gameplay csatorna beindulására figyelmet felhívó kis videó lesz itt a főcsatornán. Nézzük akkor meg azt, hogy milyen is egy minden a játékban. A dolog lényegében, hogy beállításra függően, az alapbeállítás az, hogy 3 perces menetek vannak, amikben az embereket lehet győzni, tulajdonképpen meg kell ölni. Vannak különböző ezeket is kérdőjellel jelölt dobozokból összeszedhető fegyverek, mint például az, amit kapnak, az a az ágyú, de hát az előbb bomba robbant, az sebzett minket. De sajnos nem tudtunk, van egyébként 3. Pontosan a háromszor sikerült már ölni, nem biztos, hogy
TNT, és 7 pedig a rakéta, és ezt a dobozt viszont nem szabad felszedni. Mutatom, ez azt jelzi, hogy ez egy csapda. Hasonlóan működik. A bomba tett fölhoppant. Megpróbáljuk felvenni. Ez pedig pajsként funkcionáló fegyver volt. Jó nálunk a harmadik helyen. Ez így az pláne úgy, hogy megyük itt természetesen. Pála Garcia volt most, az egyik menő. Győzött minket, és a 10 másodperc van még ebből a menetből. Úgyhogy nagyjából vége is. És akkor itt meg lehet egy kis tiszteletből jutni. Annak, aki szeretne, nem kötelező egyébként, de a győztes az kap erre egy kis lehetőséget. Mi most nem folytatjuk egyébként a játékot. Lejjebb veszem viszont a hangot, mert most nem az a lényeg, sokkal inkább az, hogy mit látunk a képen. És itt vagyunk az Options-ben, ez a játékon menetegen belüli beállításokat tudjuk itt előhívni. Hangerőt tudunk állítani, teljes képernyőt tudunk állítani, automatikusan beállítsa nekünk a képminőséget. Ezt tudjuk beállítani, de itt állíthatunk saját magunknak is. Low, medium és high, tehát kicsi, közepes és magas minőség között tudunk váltogatni. Itt pedig a kamerák állíthatóak be. Mi most a normálon voltunk, nézzük meg a wide-ot először. Hoppá, közben kiraktak minket, mert túl hosszú ideig mutogattam én ezt a menüt. Semmi gond, indítunk egy újabb játékot, és akkor ott megnézzük a wide-ot, így is van. Látható, hogy az előbbihez képest valamivel nagyobb a látószög. Hozzá a bombát. Tehát a bombákat ott lehet egyébként hagyni a pályán, amikor közelébe mennek, felrobban, de rá is lehet dobni az ellenfél, és akkor egyből felrobbantja azt. Amik villognak egyébként a pályán, egy-két helyen láthattunk az aknák, hogy piros színűek, mint itt, akkor az azt jelenti, hogy az ellenfél rakta le, és ennek hatására, hogy rámegyünk, akkor felrobban. Ha viszont, és ez a bombára is igaz, mi raktuk le, akkor zöld színben jelenik a pályán. Itt pedig a győztese ennek a körnek, az beugratott ide a pálya közepére, a lávába. Volt egy killünk, nem ez most a fő cél, hogy minél jobban szerepeljünk. Na, láttuk a wide módot, tehát ez egy nagy látószöget biztosított a számunkra. Most nézzük meg egy picit a normált. Egy ellenfél, akit jó lenne leszedni, úgy is van, igen, csak közben minket is hátulról. Nem baj, tovább. Robot. Vannak botok a játékban. Őket fogalmazunk úgy, hogy egyszerűbb le. A valós játékosokat. Jelenben
ellenben ők minket nem... Tehát elég buták. Ott van mögöttünk és nem lő például, tehát ilyenek náluk előfordulnak. Most megnézzük a close nevezetű kamerabeállítást, közben láthatjuk, hogy nagyon közelről látjuk be a terepet. Főleg ami a... Ami a tehát nagyon közel vagyunk az autóhoz, és ez azt jelenti ugye, hogy kevesebbet látunk a pályából. Főleg ami mögöttünk van. Fizika szempontjából egyébként nem mondanám azt, hogy realisztikus a játék. Ellenben egy kis kellemes, kis színes, kis vidám megjelenése van a pályáknak. Úgyhogy én megszerettem ezt a játékot, szerintem egy kifejezetten jó játék, közben átvettük a vezetést, hogy lehet, hogy én ezt csak fogom, pedig azt terveztem, hogy mind a három kamerát beállítom, és megnéztem, hogy beállítom. Utána kilépek, de olyan jól állunk, hogy erre az aknára rá is mentünk, ha egy vagy. Szóval olyan jól állunk, hogy ezt én most lehet, hogy nem engedném el. Ott egy bombát azt kéne kerülni, ez jó. 10 másodpercen belül vagyunk, nem vettem fel a fenébe, és feljött. Én is döntetlen lett ugyan, de... De én megelégszem a döntetlennel is most. Hát valahogy így néz neki egy játék. Vagy egy mérkőzés ebben a játékban. Viszont most már tényleg kilépünk. End game. Már csak azért is kiléptem most, mert igazából ami egy körön belül látható, azt már megmutattam. Viszont magát a menüt, illetve a nyitóképernyőt is megnézhetnénk egy picit alaposabban. Bal oldalon fölülről, hogyha elindulunk a bal felső sarokból, akkor láthatom négy fontos és kevésbé fontos elem is. Nézzük meg első körben Level Up nevezetű menüpontot. Ugyanis szintet léptünk, kaptunk érte egy ilyen sapkát, amit rá rakhatunk a karakterünkre, majd a karakterekről is lesz szó mindjárt. Itt kaptunk 100 coint, amit majd elkölthetünk a játékban. Aztán még egy szintlépés, ugyanis a harmadik szintig is eljutottunk, úgyhogy még 200 coint, illetve kaptunk egy új szint. Pontosan nem, bocsánat, card colors, tehát a nem új szint vagy új festést kaptunk a gokártyainkra, mert ezek lényegében azok, ahogy a játék neve is mutatja, hanem most már festhetjük őket kedvünkre. És még egy szintet kaptunk, na. Karakter token, azt is kaptunk. Tehát most már akkor mindjárt azt is megnézzük. De úgy állunk, hogy a negyedik szinten vagyunk, és 615 XP-nk van az 1000-ből, amit hogyha megszerzünk majd egy 1000-et, akkor léphetünk a következő az 5. szintre. Itt ez, amire most rányomtam és ami behozta a reklámot, ez egy ilyen szorzót ad nekünk 20 percen keresztül még. Itt látható ugye XP boost, 20 percig működik. Reklámért cserébe. És akkor nézzük a karakter tokent, hogy mire való. Kaptunk ugye egy tokent, ezt a bal felső sarokban látjuk, hogy egy, ott van a tokenek mellett egy egyes. Egyébként lehet majd, mindjárt mutatom, először nézzük meg, elhasználjuk azt az egy tokenünket, és akkor a játékgép ad nekünk egy ilyen
golyót, amiből kijön egy karakter, méghozzá ez a kutyus. Kiválasztjuk őt, ő jó pofának tűnik nekem, ő lesz az új karakter, mint szóltuk. Így néz akkor ki, tehát Oli a kutya, akit mi most megnyertünk. Viszont, így van, nincs elég tokenünk, úgyhogy akkor egyelőre ennyiben tudunk maradni tokenek szempontjából, illetve karakter vásárlás szempontjából. Legalábbis tehát a játékképpen jelenleg nem tudunk többet játszani. És akkor ami még itt van, az a coinok számlálója, amin látszik, hogy 814 van nekünk. Nézzük meg akkor a bal oldalát a nyitóképnek. Van egyrészt egy player felirat, amiben látható a nevünk, illetve a karakterünk neve, őket itt tudjuk változtatni a kis nyillal. Mi most maradjunk Olinál, a kutyánál. Még mielőtt belemennénk a customize-ba, tehát hogy saját ízlésünk szerint formálnánk a karaktert, illetve az autót, előtte nézzünk egy kis statisztikát, mert a player fül mellett van egy stats fül, amiben ugye arra van lehetőség, hogy a különböző statisztikákat megnézzük. 11 kill, 2 bot volt ezek közül, viszont 8-szor haltunk meg, 1,38-as ez a kill, death, halál, ölés, illetve halál arányszám. És hát egyszer tudtunk győzni ugye az előbb, úgyhogy nem is igazán vettem komolyan, tehát ezt most igazából most a bemutatás volt a fő szempont, nem pedig a győzelem, de ha már így alakult, akkor ugye tudtunk nyerni, és ez nem rossz egyáltalán. Beléptünk a Customize menübe, itt következő dolgokat lehet állítgatni. Egyrészt a karakter. Van nekünk jelenleg 7 darab karakterünk, akik meg vannak nyitva. Ezekért nem kellett sem fizetni, sem pedig tokent felhasználni. De, bocsánat, az Oliért kellett ugye tokent felhasználni, de 7-ből 6 az alap karakter. Őket megkaptuk, őknál azonnal használhatóak. Aztán itt van az űrlény nevezetű történet. Őt egyelőre nem tudjuk még használni, hiszen ugye nincs még megszerezve. Az a helyzet, hogy karakterekre nem lehet használni a coinokat, tehát karaktereket csak a tokenek beváltásával lehet szerezni. Itt egy röfi, ugye van egy csontvázunk is nekünk, azt hiszem, hogy ez a halloweeni időszakban rakták be a játékba. Úgyhogy ezek azok, amik jelenleg le vannak sötétítve, amiket nem tudunk használni, és egy coin-nal sem tudjuk őket megszerezni. Úgyhogy ennyi egyelőre, tehát 7 karakterünk van, de ahogy haladunk ugye előre a játékban, lesz lehetőségünk arra, hogy tokeneket szerezzünk, és azokat beváltsuk. Következők a heads, tehát kalapok, vagy inkább mondjuk azt, hogy fejfedők. Ugye az alapbeállítás az, hogy nincs olyan karakteren semmilyen sapka, vagy kalap, vagy serpenyő, vagy WC-pumpa, vagy csak esetleg mik vannak még itt. Itt van Szikora Robi kalapja, bohóc sipka, és hát zongora is van a lehetőségek között.
Ezek már olyan dolgok a játékban, amiket ugye coin-nal tudunk megvásárolni. Valamint ugye szintet is kell hozzá lépnünk, tehát itt most ugye ez kék sapka, ez volt az, amit én az előbb a szintlépésnél kaptam. Innentől kezdve már meg tudom vásárolni, hogy föl van, ki van színezve a kép, innentől kezdve meg tudom vásárolni ezt a sipkát még 1000 coin ráfordításával, viszont jelenleg csak 814 coinom van, úgyhogy maximum ezt a WC pumpát tudnám felrakni a karakter fejére. Amit meg is teszek. Na és akkor kárt menüpont, ugye a customize-on belül, ahol a festéseket lehet állítani, a celebration-t lehet állítani, a kerekek kinézetét lehet állítani, illetve a hátsó ilyen zászlókat lehet például felrakni az autóra. Ezek közül jelenleg ugye láthattátok, még csak a festés van meg, mint lehetőség, úgyhogy át is festetjük most ezt az autót, erre az ír nemzeti színű festésre. Nem tudom miért, mert igazából semmi közöm Írországhoz, de végül is legyen. Bal oldalt ugye a customizes felület alatt látható egy news, ahol az új pályákról, esetleges új karakterekről és hasonló jóságokról is, az egyéb dolgokról, ugye update-ekről, frissítésekről kapunk információt a fejlesztőktől, ez egy jó pont. Aztán van beépítve egy Discord lehetőség, aztán a full screen, amit én most nem használok, mert elfejtettem, és most már nincsen kedvem benyomni. Így is elég az a képernyő méret, ami most rendelkezésre áll. És akkor beállítások, itt ugye külön a menüben is van egy beállítási felület, ez egy picit részletesebb, itt FPS-t is lehet állítani. Igen, és akkor már csak a középső felület maradt, ugye a play gombot már láthatjuk, mindjárt megnézzük ezt is, hogy ez itt mellette mire jó, ez a fölfele mutató nyíl. Előtte azonban nézzük meg, hogy mit lehet még itt beállítások tulajdonképpen beállításként még csinálni. Ugye ezt régiót lehet változtatni, tehát a USA keleti és nyugati oldalra is rakathatjuk magunkat. Ázsia, Dél-Amerika és India, az ami még van. És akkor Create menüre, hogyha rámegyünk, akkor tudunk nyitni saját pályát tulajdonképpen, vagy saját szobát, ahol kiválasztatjuk a játékmódot, tehát hogy Free for All, vagy ugye pontszámítás szerint avassunk győztest. Előbbi esetben ugye, ahol időre megy a történet, és akkor lehet állítani az egy menetnek a hosszát, hogy 3 perc, ami ugye az alapbeállítás, 6-10 vagy 20 perces legyen egy kör. Score targetnél az alap az 10, 20, 1, 3, 6, és utána visszaérünk a 10-hez. A 10 ugye az alapbeállítás, aki azt elsőnek megszerzi, az győz. Most mi visszaállítjuk a Free for All-ra. Teams, igen, tehát lehet csapatokat is beállítani, hogy legyenek-e csapatok vagy ne, ugye az alapbeállítás az az, hogy ne, de akár lehetnének is, lehetnek-e botok, lehetnek, nem lehetnek, egyszerű itt is. Weapons, tehát fegyverek, lehet most már állítani, hogy csak egy bizonyos fegyvertípus legyen elérhető.
Mindjárt meglátjuk szerintem, hogy, mert ha jól láttam, akkor igen. Szóval azt is lehet állítani, hogy kifejezetten csak egy fegyvertípus legyen elérhető abban a szobában, amit mi létrehoztunk. És akkor az arénát, tehát pályát is lehet változtatni, vagy az van, hogy random, ami az alapbeállítás, vagy pedig mi ki tudjuk választani, ugye a Smash Island és a Sticky Speedway-en voltunk az előző két alkalommal, van a The Gravel Pit nevezetű pálya, ami az egyik alappálya a háromból, The Graveyard, ami 2020-ban került be a játékba, és ilyen ködös temetői hangulatot idéz. A Slick and Slide egy tengerparti hangulatot ad a kedves játékosnak, 2021-ben jött be nyáron a játékba, és medence, tengerpart, vízicsúszda, ilyenek vannak a pályán. És akkor a legújabb pálya az pedig a Smash Fort nevezetű, ami pedig idén ősszel jött be. Ezek közül lehet jelenleg választani, feltétlenül fog majd frissülni még ez a felhozatal a későbbiekben. Úgyhogy lehet létrehozni pályát, és hogyha már van egy ismerősünk, aki létrehozott egyet, akkor pedig tudunk joinolni. Ez meg kell nyilván legyen az a kód, amivel be tudunk lépni az ismerősünk által már korábban létrehozott pályára. A három alapjáték az itt, vagy pálya az most éppen nagyban klasszikus játékmódban szerepel, tehát mindenki mindenki ellen és minden fegyvert lehet használni, és 3 perces egy kör. Most nézzük meg a másik kettő pályát, amiket mondtam, hogy 2021-ben jöttek ugye be. Először nézzük meg a bal oldalt, a Team Battle-t, méghozzá a Slick and Slide pályán. Itt én egyébként inkább a nagyobb látószög mellett vagyok, mert elég nyílt a pálya. Ez. Ott egy piros, ott a piros, ott a box. Leszettük. Igen, na, kezdődben. Jó, mondjuk szerintem nem vagyunk túl sokan ez a pályán, tehát 6-an vagyunk, hogy... Tehát 6-an vagyunk, és ennek többen szoktunk, hogy most nem volt egy tömegnyomorgós mérkőzés, hanem talán majd a következő. Azt kell látni ugye itt, hogy két csapat mérkőzik meg egymással. Az egyik az a piros, a másik pedig a kék, mint az Exaponban. És le kellene győzni az ellenfelet. Lényegében az ellenfél csapat, tehát nem egy, csak egy játékos. Vagy, igen, tehát itt nem mindenki ellen játszik, hanem csak a piros csapatot kell nekünk most legyőzni, de mi kék csapatban vagyunk, de rakod be minket a gép, ez fordítva is, de most minden a pult. Igazság szerint egyébként azt tapasztaltam, hogy nekem jobban beszokott, hogy amikor én a kék csapatban vagyok. De igazából teljesen se feges. Viszont most úgy látom, hogy szépen lassan érkeznek ide emberek. Már 8-an vagyunk a játékban. Meg az állás is 8-8 halálat volt, mint két félfélem. És már... Vagy 4-4 volt mind a két félfélem, ami összesen egy 8. Pedig már 5-5. Jó lenne megregulázni a pirosokat.
játszik ez a dolog, az a baj. Van rá még egy percünk nagyjából, úgyhogy jó lenne ezért még szépíteni ezen. Közben azért nem kéne lelövetni magunkat. Közben azért mi várható még ezen a csatornán, azt azért úgy szeretném. Tehát nyilván az alap csatornám nekem egy közlekedési csatorna. Most. Ebből adódóan szerintem mindenki sejti azt, hogy lesznek szimulátorok, természetesen busz szimulátorok lesznek például. De egyáltalán nem tudok abban biztos, hogy csak közlekedéssel fogunk majd a későbbiekben elmenni, már csak a Smash Cards miatt sem, illetve a Forma 1 szeretetem miatt sem gondolnám azt, hogy csak és kizárólag Smash Cards és Smash Cards lesz. Azt tervezem, hogy lesz mondjuk buszszimulátor, de azt tervezem még ezen kívül lesz Forma 1. Én azért látnék még fantáziát valami kisebb, tehát kevésbé népszerű ilyen lövöldözős dolgokban. És úgyhogy ilyenek is várhatóak, közben véget ért a mérkőzés, sajnos a pirosok nyertek. És nézzük akkor a score targetet, mert hogy olyanból is mióta van ez a játékmód, azóta olyanból is állandóan van egy, méghozzá most ugyanaz a Smash Island, ahol már egyszer győzni is tudtunk az előbb. Pont egy mérkőzés kezdetére érünk ide, és nagy kameraszöggel jól játszható ez a pálya is. Sokkal távolabbról látjuk az autókat, és emiatt a hátuljához, ugye a hátul mögött lévő eseményeket is látjuk. És most a rakéta az, ami kizárólagos fegyver nemként funkcionál. Pedig vezetünk. És ez jó. Szóval most a rakéta az, ami egy kizárólagos fegyver nem tud funkcionál, és hát azt kell látni, hogy elhittem. Szóval azt kell látni, hogy itt úgy néz ki a dolog, hogy látjuk bal oldalt az eredménytáblát, egyébként a másik pályákon is. Viszont itt a középső sávban az életünk mellett nem a visszaszámláló körök, hanem azt látjuk, hogy 10-ből hányat sikerült ölnünk, ugye 10-nél véget ér a mérkőzés, ez ugye a gyári beállítása a játéknak, tehát hogyha mi létrehozunk egy szobát, állítunk 20-at is, meg 3-at is, meg 1-et is, azt át tudjuk kiérnél. Akkor nézegettük az előbb. Azt kell, hogy mondjam, hogy irányíthatóságban azért egy kicsit problémás a játék, de nem vállalhatottam. Most a botra próbálok nagyon rámenni, nem csak arra, mert számítottam. 60. 5-2-1-1-0, egészen jól állunk ezek szerint. Volt egy. Hát meg már nullával szinte az élete. Nem. 6-2-1-1-0, nagyon jól állunk.
Szóval, igen, ez az a... az az új mód, ami ugye még annyira nekem nem megszokott. Nem mondanám egyébként rossz ötletnek. Én itt még kevésbé találkoztam ebben a játékmódban izgalmas mérkőzésekkel. De... de fogok közben érdekes módon. Akik korábban benn voltak, azok most már szinte kivételnek kilőttek. Itt még van egy játékos, aki van Goldie, aki még itt van. Mind bot. Nekem egyébként van egy bevált ünneplésem ez a pályán, amit most nem sikerült abszolválnom. Amit még fontos megjegyezni, mindjárt kilépünk a menübe, és akkor mutatom, hogy ugye, ahogy látható, ugye a három alappálya, ami fönt van, azok simán mindenki ellen játszik. A baloldali alsó, ahol ugye voltunk az előbb, ez a vízi csúszdás, az abból a szempontból fontos, hogy ott vannak mindig a csapatok mérkőzései. Jobb oldaliban pedig a score target, tehát ahol megvan, tehát ahol pont, ahol egy meghatározott pontszámot kell elsőként elérnünk. Úgyhogy igen. És ezeket, tehát ahogy látható, itt számol visszafele egy óra. A felső három pályánál 1 nap 13 óra 21 perc, az alsó két pályánál pedig ugye 21 perc van feltüntetve. Ezek arra vonatkoznak, hogy mikor cserélődnek a pályák. Tehát a 21 perc múlva a teambetű és a score target fog majd cserélődni, és másik pályákon lesz mind a teambetű, tehát a csapatmérkőzés, mint pedig a score target, tehát a pontszám céllal ellátott mérkőzés. Akinek tetszik ez a játék, én tudom javasolni, hogy esetleg, ha nincs lehetősége mondjuk számítógépen, vagy utazás közben szeretnénk, akkor mobil applikáció is elérhető már. Úgyhogy érdemes lehet arra is vetni egy pillantást. És hát amennyiben úgy gondoljátok, akkor a videó leírásában megtalálható mind az alkoholmentesítők csatorna, mind a gameplay csatorna linkje, valamint Facebook oldala is. Úgyhogy csak úgy egyébként, mint a közlekedési csatornának a Facebookja, sőt, az Instagram is elérhető, úgyhogy mindenféle szuper jó információval még a videó leírásában lehet találkozni. Én pedig most búcsúzom, méghozzá azzal, hogy legközelebb már ilyen Smash Cards videóval nem fogtok találkozni itt a közlekedési csatornán, hanem a gameplay-en. Úgyhogy aki szeretne még ilyeneket látni, vagy hasonlóakat, az ott keresse. És hamarosan közlekedési videóval is érkezem, viszont ahhoz még kell egy kis időt várni. De hogyha ezt megteszitek, akkor azt nagyon megköszönöm, hogyha majd megnézitek az új videókat. Legközelebb találkozunk a gameplay csatornán. Sziasztok!